Pálinkás, jó reggelt! Na, lettem én is valaki. Reggel azt mondta az asszony, hogy valaki vigye le a szemetet. És ebből érthetődő volt, hogy Bendegúzón kívül csak én vagyok a házban, úgyhogy én leszek az a valaki. Elvittük. És azt érzékeltem, hogy enyhén hűvös van, úgyhogy kicsit a zipzart fönnel pusztam a nyakamon. Amúgy a mai nap száma a 1141. Ennyi iratkozó. Nőnek mind a gombak, ennek nagyon örülök. Mínusz 17 fok. Kezdjünk neki a napnak. Az történt a tegnap, hogy nagyon szép, tiszta égbolt volt az éjjel, de sajnos nem tudtam timelapse-t filmezni, mert nem volt, ahogy kifogassam a kamerát az ablakba, azaz kitegyem az ablakba, nem mártam a gorillapodot felszerelni, nehogy lecsusszon, stb. Úgyhogy ma ez lesz a barkács projekt, hogy van ez a selfie stick, amelyiket lehet állítani jobbra-balra, körbe, karikába, minden irányba, és ezt fogom így rézsutast felfogatni az ablakba, azaz az ablak farkányra, amirehez használni fogok egy ilyen PVC csövet, amelyik ebbe beledugódik. Hú, egy kézzel milyen nehéz így. És ezt a falra felszerelem a végére a kamerát, és ki lehet tenni a kamerát az ablakba. Másik projekt az van ez a kép, amit kaptam karácsonykor Ramontól, az ide fog felmenni, és van ez a fogas, ami abba a szobába fog bemenni az asszonynak. Úgyhogy mára is van barkács projekt, húzzunk bele! Úgy. És a fej van szerelve. És akkor így belejön. Selfie stick. Az, hogy a festményt felszereljem, akasztót kell neki rakjak. És ezt fogjuk felbarkácsolni. Azt mondja, hogy 69,8-nak a fele 34,9, ugye? 34,9 ide kerül, ez a közepe. Valamit ő felfogadni.
a mai napnak lassan vége. Ha tetszenek a videóim, akkor itt a gombra kattintva feliratkozhatsz. Továbbra is se igyatok mosatlan almalevet, aludjatok jól, találkozunk holnap. Sziasztok!